Az év során kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolókat díjazták szerdán Bonyhádon. A völcségi városban már több éves hagyomány, hogy évvégén a helyi sportolók vagy a településen működő sportegyesületek tagjainak munkáját ismeri el az önkormányzat. Illés Dóra akaratéban jeleskedett. Már több mint 10 éve üzem ezt a sportágat. Nemrég volt, hogy a 10. éve töltöttem ott abban az edzőteremben a napjaim végét, és idén is sikerült kijutnom az országos diákolimpiára, ahol második helyezést értem el, és úgy, mint tavaly részt vettünk idén is a Debrecenben megrendezett országos, illetve nemzetközi karate versenyen, ahol szintén második helyezést értem el. Sági Kristóf a parakarate egyik ígéretes növendéke. Egy éve kezdett el foglalkozni a sportággal, és már most kiváló eredményeket szerzett. Afrika kupán egy egyéni első helyezett, csoportban is egy első helyezett, és edzővel egy második helyezettet értem el. Nyáron, Szekszárdon, a világbajnokságon egyénibe egy második helyezettet, és még két versenyen, Pesten, ugyanúgy egyéniben két első helyezést értem el. Filóné Ferenc Ibolya kiemelte, fontosnak tartja, hogy minden évben megköszönje a kimagasló teljesítményt a sportolóknak, edzőiknek és a családjuknak. Talán mindezt a felsorolást kiegészíti maga a város is, hiszen azokkal a létesítményekkel, amelyeket rendelkezésükre bocsájt a sportolóknak, legyen ők akár csapat, vagy egyéni sportolók, amatőrök vagy profik, azzal segítjük az önfelkészülésüket. Bízom benne, hogy ez így van, és az önkormányzat, ameddig tehet és ameddig lehetősége lesz, ezeket az infrastruktúrákat olyan szinten biztosítja majd az egyesületek és az egyének számára, amely segíti ezt a felkészülést. 2022-ben összesen 16 egyéni sportolót és 6 csapatot díjaztak a Völcségi Városban.